Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Április 29-e péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Minden igényt kielégítő, szupermodern, szabadtéri sportparkot kaptak a pinnyédiek. A 176 négyzetméteres placon 15 sporteszközt használhatnak a mozogni vágyók. Az április vége nem csak a jó időt, de az újabb érmeosztást is elhozta Győrben. Ahogy korábban, úgy most is az Árkád bevásárlóközpontban osztotta az érmeket a polgármester és alpolgármestere. Országszerte így Győrben is elkezdődtek a ballagások, a Kazinciban közel 120-an búcsúztak iskolájuktól. Hétfőn a magyarral indul az érettségi, a vizsgák ezúttal 9 órakor kezdődnek. Szupermodern sportparkot kaptak a pinnyédiek. A vadonatúj szabadtéri fejlesztést pénteken adták át hivatalosan. A beruházás a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark program keretében épült meg a Jávorpál utcában, ahol korábban egy füves focipálya, egy játszótér és egy sütögetőhely is létesült a környéken lakók nagy örömére. A sportparkot a polgármester is kipróbálta, aki azt mondta, minél több helyre telepítene hasonló szabadtéri kondiparkot azért, hogy a győriek minél sportosabban és egészségesebben élhessenek. Ez a meló. A polgármester nem csak átadta hivatalosan, de ki is próbálta a szupermodern pinnyédi kondiparkot. Dr. Dézsi Csaba András rövid sportolás után nyilatkozott a Győr Plusznak arról, hogy ha lehetne, minél több helyre telepítene hasonló sportparkot, mert a fejlesztés sokat tehet a győriek egészsége érdekében. Kb. Egy hónap ezelőtt adtunk át Adivárosban egy hasonló parkot, de meg kell, hogy sokkal komplexebb, és ez egy nagyobb park. Tehát Radnóti Ákos alpolgármester ezt meglátja, akkor azonnal ki fogja bővíteni azt is, ami az ő területén van. Én kipróbáltam ezeket az eszközöket, egy részét persze, és azt mondom, hogy nagyon praktikus, tehát tényleg itt lehet kondizni. Az ember eljön ide, és akkor itt el tud tölteni egy fél órát, egy órát, és érdemes minden nap eljönni ide, mert hogy kiváló. De hát nyilván ez kint van, a pinnyédieknek esik az útjukba. Az egész sportpark területet alpolgármester úr, Szeles alpolgármester úr nagyon szépen kidolgozta. Van egy kis focipálya, van egy kis tengópálya, és itt van most ez a sportpark, tehát aki tényleg el akar jönni ide, és jól akarja érezni magát egészségesen sportolva, családilag is itt megtalálja tényleg azt a területet, ami éppen az ő kedvence. A körzet képviselője, Szeles Szabolcs alpolgármester büszkén mesélte stábunknak, hogy az elmúlt években mennyit fejlődött a városrész, és konkrétan a környék is. Füves focipálya, sütögetőhely, játszótér is készült a Jávorpál utcában, amik népszerű találkozási helyekké váltak, most ezt egészítheti ki a minden igényt kielégítő kondipark. Egy 10 évvel ezelőtt ezen a parknak a helyén egy nagyon lerongyolt, nagyon lerobbant terület volt, egy töredezett aszfalt láptengópályával, meg néhány eszközzel, és 10 év alatt eljutottunk oda, hogy ezt talán mondhatom, hogy a város egyik legalkalmasabb, vagy legszebb, hál' Isten sok szép parkunk van, de az egyik leginkább alkalmas játszótere, és ilyen piknik ligete jött itt létre, ahol labdarúgópályát alakítottunk ki, kosárlabdapályát, láptengópályát, rengeteg eszközt a gyermekeknek, és most egyébként ehhez illeszkedő módon azt gondolom, hogy jól simul ebbe a környezetbe egy konditerem, egy utcai kondipark, amiben többet elhátadunk a városban, én pázli forrásból tudtunk megvalósítani többet is, és ez lett az egyik helyszín. Pinnyéd amúgy is egyébként egy zöld környezetben lévő városi, amelyben egyrészt egy nagyon régi városrész, másrészt rengeteg fiatal költözött ide, egy igazi zöldövezet, egy igazi ilyen külvárosi környezet, és azt hiszem, hogy ide nagyon passzol, és nagyon is várták már. A 176 négyzetméteres placot gumitéglával burkolták le, rajta pedig 15 különféle kültéri sporteszköz kapott helyet, amiknek nagyon egyszerű a szabályos használata. A sportpark 21 millió forintból egy országos program keretében központi forrásból valósult meg a rohamléptekben fejlődő pinnyéden. Az április vége nem csak a jó időt, de az újabb érmeosztást is elhozta Győrben. Ahogy legutóbb, úgy most is a város központjában az Árkád bevásárló központban osztották a 750 éves jubileumra kiadott 750 forint értékű győri pénzt. Ebből továbbra is mindenki kaphat, aki regisztrál, 20 év alatti és Győrben él. A Magyar Nemzeti Bank által kiadott pénz 750 forintot ér, és az országban bárhol lehet vele fizetni. A győri emléket továbbra is dr. Dézsi Csaba András polgármestertől és az alpolgármesterektől lehet átvenni.
A kisebbek a szüleikkel közösen, a nagyobbak már önállóan léptek a pódiumra. Ezt követően meg is kapták a 750-es érmét a polgármestertől, majd a közös fotók is elkészültek. Kisebb szünet után ismét a győri árkádban vehetik át az arra jogosultak a jubileumi évfordulóra kiadott győri forintot. A Nemzeti Bank kibocsátott egy 750 forintos névértékű pénzérmét, ami gyakorlatilag, ez ismerünk már a kuriózum, de nekünk győrieknek azért fontos, mert győr emblémái vannak rajta, és rá van írva, hogy Győr. Tehát alapvetően ez egy győri 750 forintos, a tavaly 750 éves évforduló tiszteletére adták ki ezt az érmét, és ezt minden 20 éves, illetve 20 évnél fiatalabb, akár az idén született gyerek is megkapják. Meg vannak hirdetve az időpontok, és hogyha bejelentkeznek az interneten, akkor ezt ők ingyen átvehetik. Úgyhogy szerintem ez egy olyan dolog, ami Magyarországon egyedülálló, és úgy gondolom, hogy egy örök emlék lehet a fiataloknak, ami bármikor az életükbe, kezükbe akad, akkor örömmel gondolnak vissza a Győr városára, akkor is, hogyha elszármaztak innen. Úgyhogy ez a győri fiataloknak a pénzérméje. A polgármester társa ezúttal dr. Perger Elza alpolgármester volt, aki szerint egyedülálló lehetőség, hogy a fiatalok egy városi pénzzel gazdagodhatnak. Most már 751. évet írjuk, ugye, de én azt gondolom, hogy az aktualitása nem múlt el, hiszen azok, akik nem vették át, most még néhány alkalom ez a pótlás lehetősége, akik regisztrálnak és szeretnék megkapni ezt a, én úgy gondolom, hogy nagyon kedves emléket, győrieknek, Győr városától, és azoknak, akik még jelenleg is Győrben élnek, tehát ez nem csak az ő győriségüket, hanem az együvé tartozásunkat is demonstrálja, úgyhogy hívom és invitálok mindenkit, hogy akinek a kiírás szerint járna, jöjjön és vegye át. Biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, de 50 év múlva is nagyon-nagyon szép emlék lesz. Volt, hogy az egész család fotózkodott, és egy kis bevásárlással kötötte össze a győri forint átvételét. Azt gondolom, hogy ez az érme átadás, ez ugye februárban is már nagyon jól működött nálunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így április végén és májusban is eljött hozzánk a város csapata. Szerintem ez egy olyan lehetőség itt viszonylag központi helyen átvenni mindenkinek az érmét, ami szuper, úgyhogy csak azt tudom mindenkinek ajánlani, aki még nem tette meg, hogy regisztráljanak és jöjjenek el hozzánk valamelyik csütörtökön. Aki még nem tette, annak érdemes regisztrálnia. Május végéig minden héten egyszer lesz érmeosztás a bevásárlóközpontban. A keddi városi közgyűlés után pénteken a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés is összeült. Az eseményen dr. Urbán Zoltán megyei rendőrfőkapitány számolt be a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság tavalyi évben végzett munkájáról, majd Sallai Péter dandártábornok tartott tájékoztatót a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2021-es tevékenységéről. Mindkét beszámolót el is fogadta a közgyűlés. 30-ával elmondok, háttérben semmi sincs, megöregettem, és jöjjenek helyettem a fiatalok. Dr. Gulyás Zoltán András 25 évnyi képviselőség után elköszönt a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűléstől. A pénteki volt az utolsó ülése, munkáját nagy tapssal köszönték meg a képviselők. A keddi városi közgyűlés után a megyei testület is összeült a héten. Az eseményen meghallgathatták dr. Urbán Zoltán megyei rendőrkapitány beszámolóját a szervezet tavalyi évben végzett munkájáról. Összességében a megyei közrendes közbiztonsága szilárd, közbiztonsági deficit nincs. A bűnügyi adatok, aminek csökkenni kell, az csökken, aminek nőni kell, az nő. Közlekedés területén vannak hiányosságaink, de hát azt gondolom, hogy itt legfőképpen az emberek morális hozzáállásával van a probléma. A közterületi bűncselekményekben kifejezetten jó teljesített a megye, ami a lakosságot úgymond a legjobban irritálja. Az erőszakos személyelni bűncselekményekben nagyon jelentős javulások láthatók, illetve ami az országos átlagnál is kiemelkedően jobb, a 100 000 lakosra vetített elkövetett bűncselekmény számunk az 1400 körül mozog, ez egy nagyon jó adat, és ez azt mutatja, hogy a megyében nagy a rend. Kiegyensúlyozott évet zárt a katasztrófavédelem is. Sallai Péter tűzoltó dandártábornok megyei igazgató tartott tájékoztatót a katasztrófavédelmi igazgatóság 2021-es évéről. Kiegyensúlyozott volt az évünk, 2020-hoz tudjuk leginkább hasonlítani a 2021-nek a eredményeit, illetve azokat a
momentumokat, amiket tudunk most már vizsgálni. El lehet mondani, hogy 20-hoz képest 400-al kevesebb volt a műszaki mentésünk. Ez ebből adódik, hogy 20-ban voltak viharos időszakok. 21 ilyen szempontból elkerült bennünket, de így is több mint 3000 eseményt kezeltünk ebbe az évben a tűzoltói szempontból. Nagyon nagy előrelépés az elektronikus iratoknak a kezelése. Gyakorlatilag 99%-ban most már nincsen papíralapú ügyintézés nálunk. Ez én úgy gondolom, hogy minden szempontból előrelépés. Illetve nagy fejlődésünk az, hogy 2022-ben adtuk át, ugyan, de 21-es évhez kifejezetten kapcsolódik. Ez a rendészeti integrációs rendészeti központ Sopronban. A beszámolókat néhány kérdést követően elfogadta a közgyűlés, Németh Zoltán elnök pedig értékelte és megköszönte a szervezetek magas szinten végzett tevékenységét. A polgárőrök áldozatos munkájával kiegészítve a rendőrség olyan közterületi jelenlétet és olyan közterületi felderítési mutatókat tud produkálni, ami alapján elmondhatjuk, hogy az itt a megyében élők biztonságban érezhetik magukat, és tényleg egy jó megyében lakunk, és ez nagyon fontos az emberek számára, amikor most a Covid időszak után van egy háborús helyzet is, tehát az, hogy az ember lélekben is tudja, hogy számíthat a rendőreinkre, az egy nagyon fontos dolog. A katasztrófavédelmi igazgatóságnak szerencsére nem volt kiemeltéve, ez ugye azt jelenti, hogy nem voltak olyan jelentős tűzesetek, amik felborzolták volna a kedélyeket, így is több mint 3000 esetben vonultak valamilyen esemény miatt helyszínre. Az ő munkájukat is segítik egyesületek, 74 önkéntes tűzoltó egyesület működik itt a megyében, akik több mint 800 alkalommal segítettek beavatkozással. A közgyűlésen a Moson-Magyaróvári különleges gazdasági körzet infrastruktúrális fejlesztéséről is döntött a testület. Egy kormánydöntés értelmében a megyei önkormányzat fennhatósága alá került Moson-Magyaróváron az M1-es autópálya mellett egy több mint 70 hektáros terület. Itt a települési önkormányzati jogokat a megyei önkormányzat gyakorolja, és így egy fejlesztést próbálunk elindítani. Ehhez az ott lévő fejlesztőkkel, magántulajdonosokkal is megállapodtunk, úgyhogy út infrastruktúrát és közmű infrastruktúra építését kezdeményezzük, valamint egy inkubátorház felépítésével akarjuk majd a területnek a betelepülését segíteni. Módosították a megye integrált területi programját, ami a jövő hónapban kerülhet a kormány elé. Ha elfogadják, akkor több mint 70 milliárd forinttal vághat neki a megye a következő uniós ciklusnak, ami több, mint az előzetesen tervezett, így még több juthat fejlesztésekre. Országszerte így Győrben is elkezdődtek a ballagások. Egy időben ballagtak több intézmény diákjai is. A Kazinczy Ferenc gimnázium 12. évfolyamosai is búcsúztak. Közel 120 tanuló ballagott végig utoljára szeretett iskolája folyosóin. Egymásba karolva énekeltek, többek szemében az öröm és a búcsúzás könnyei csillogtak. A kazincis diákok kiválóan teljesítettek. A végzős osztályok átlaga 4,8 volt. Az érettségi hétfőn kezdődik majd a magyarral, a szokásostól eltérő időpontban reggel 9 órakor ülnek az iskolapadba az érettségizők. Hangosan énekeltek a fiatalok péntek délelőtt, egymásba karolva ballagtak most utoljára az iskola folyosóin a kazincisok. Többek szemében öröm, másokéban a búcsúzás könnyei csillogtak. Végül az iskolai sportpályán sorakozott fel a 4 végzős osztály. Elsőként az igazgató Németh Tibor köszöntötte őket, aki felidézte azt is, hogy a mostani ballagók életét már körbeszőtte a karantén. Mi minden ismerjük a karantén szót a kazinczy versenyről, de az életben nem tudtuk elképzelni. Sajnálom, hogy a karantén miatt kiesett egy év az iskolai életetekből. Talán soha nem fogjuk megismerni, mekkora hiányt jelent ez a kiesés a tudásotokban, a közösségi életetekben, szocializációtokban. Mert hiányoztak a tanórák, a folyamatos ismeretszerzés, a számonkérések, amelyek mindig mélyítik tudásotokat, a beszélgetések, a közös élményszerzések. Azt gondolom, hogy az életünkben nagyon fontos ez is. A közös élmények összetartó erejét nem pótolhatja semmi.
Az alsóbb évesek közül Szabó Csenge a DÖK elnöke búcsúzott a 12. évfolyamosoktól. Sokáig gondolkoztam azon, hogy mit is kívánhatnék nektek, amit majd aztán útravaló ugyanánt magatokkal vihettek. Először is talán azt, hogy az itt eltöltött éveitek, a megszerzett tudásotok, a tapasztalataitok és élményeitek, tanáraitok emberisége és szeretete, az összekovácsolódott közösségek emléke, támasz és biztos alapot nyújtsanak a mindennapok küzdelmeihez, a helytálláshoz. A Furulya kórus is fellépett, továbbá az egyik végzős diák kiváló hangjával szórakoztatta a közönséget. Rövid az élet, egy pillanat, apró homoszten, kazincis diákok nagyon jó tanulók, szinte mindegyik osztály átlaga 4,8 lett. Emellett nagyon tehetségesek is, egyikük saját versét is felolvasta. Úgy elmennék, kezdenék egy új lapot, túl lennék ezen azért, és én veszem a lapot, és értem, miről beszélnek, mert tulajdonképpen ezt érzem én is. Történhetne már valami új. Napjaink, mint tantermi fali óráinkban a néha jó járómutatók mennek ugyanúgy. Ébresztő lenyom, reggel egy megesz, táska feldob, aztán rájövünk, hogy valamit otthon hagytunk megint. Márha ébresztő helyett nem az online órát nyomtuk ki, reggeli helyett nem egyből ebédet ettünk, és éppen nem magunkat felejtettük otthon véletlenül. Ha tesi helyett nem virtuálisan mozogtunk, és amikor kémián sem a konyhában kísérleteztünk, akkor visszatértünk a két verszakkal ezelőtti állapotba. A végzősök nevében Veres Szabolcs búcsúzott. A mai napon egy egész évfolyamnyi diák búcsúzik ettől az iskolától. Négy osztály, több mint 120 diákkal, mind a maguk saját élményeivel és tapasztalataival. Mégis talán rá lehet tapintani valamire, ami általánosan igaz mindannyiunkra. Mit kaptunk ettől az iskolától? Kaptunk egy nyugodt, támogató közösséget, amiben 4, 5 vagy 8 év alatt azzal az emberré fejlődtünk, akik most vagyunk. Kaptunk tudást, amely megalapozza a jövőnket, amely most egyetemre juttat be minket, és amelyre építve később elhelyezkedünk. Kaptunk egy aktív és lelkiismeretes igazgatói testületet, akik gondoskodtak arról, hogy az itt töltött időnk a lehető legjobban teljen. A ballagók ma még családjukkal ünnepelhetnek, hétfőn azonban vissza kell térjenek az iskolapadba. A szokásostól eltérően azonban most nem 8, hanem 9 órakor kezdődnek majd a vizsgák. A fenntartható városi mobilitás jegyében versenyt hirdetett a Győri Önkormányzat és a Széchenyi István Egyetem. Ehhez kapcsolódóan pénteken a Győri Városházán ismertették a 2019 óta tartó projekteket, és bemutatták azokat az eszközöket, amelyekkel fenntartható útvonalakat tervezhetünk. A versenyre nem csak középiskolások, egyetemisták, hanem bárki jelentkezhet, aki szeretne alternatív megoldásokat találni a hétköznapi közlekedésre. Mindig öröm részt venni egy olyan projektben, egy olyan kezdeményezésben, amelyből képviselő, vagy akár csak egy szintén helyi lakos, mint magánember nagyon sokat tud hasznosítani, jó ötleteket, javaslatokat szerezni, tapasztalatokat, amit később egyébként a képviselői munkám során is tudok alkalmazni, és most valóban egy ilyen nagyon hasznos és egyébként gyakorlatilag projektről van szó. Dr. Lackovics Takás Tíme, a Győrmén Főcsanak önkormányzati képviselője vezette fel a pénteki workshopot a Városházán. 2019-ben indult három egyetem összefogásával egy nemzetközi program a fenntartható városi mobilitásról. Ki kellett egy városrészt, hiszen nem lehet az egész várost egyszerre áttekinteni, sokkal könnyebb, hogyha egy empiriát keresünk, egy kisebb városrészt, és ott tudjuk összefogni a lakosságot. Hát ez itt Győr esetében, Ménfőcsanak és Gyirmótra esett a választás, hiszen azt is tudjuk, hogy milyen problémák vannak reggelente, délutánonként, micsoda autóforgalom, milyen problémákat jelent ez a családoknak ott, a gyerekes szülőknek, az időseknek, és ezért erre a városrészre esett a választás, ami ugye
sok munka. Ahogy említette, 2019-től indult ez a projekt. Nem volt könnyű a Covid miatt, hiszen mondjuk azt is mondhatjuk, hogy megoldotta a Covid ezt a fenntartható városi közlekedést azzal, hogy ugye lezárta, és egyből nem volt akkora nagy károsanyag kibocsátás. Háromféle alternatívát dolgoztak ki a közlekedés átalakítására. Emellett a projekt része, hogy középiskolások, egyetemisták és a lakosság is bekapcsolódjon, és megoldásokat találjon elsősorban az autómentes közlekedésre. Holland Egyetem kidolgozott egy játékot, mindenkinek. Azért mondom, hogy mindenkinek, mert a középiskolások is részt vehetnek benne, az egyetemisták. Mi elsősorban ugye az egyetem részéről az egyetemistákat várjuk, de természetesen bárki, aki érdeklődik ez iránt, a fenntartható mobilitás tervezés iránt, bárki pályázhat, illetve regisztrálhat és versenyezhet. Ennek a lényege az, hogy ő saját maga meg tudja ezzel a játékkal, ami részben mobiltelefon kell, részben a komputer, megtervezze azt a három útvonalat, amin ő szerinte el lehet jutni A-ból B-be vagy B-ből C-be, tehát egy első, tehát kezdő és a végpont, és ha ebből eljut, akkor azt megnézi, hogy ebből mennyire fenntartható ez a három útvonal, vagy szerinte melyik az optimális útvonal a három közül. Ha mondjuk gyalog megyek, de akkor az hosszabb ideig tart, hogyha tömegközlekedéssel, az is mondjuk hosszabb ideig, esetleg zsufoltság, kényelmetlenség. A versenyre május 15-ig lehet jelentkezni az Urbanscope elnevezésű honlapon. Itt az érdeklődők minden szükséges információt megtalálnak. Szombaton negyedik alkalommal lesz piac Mémfőcsanakon. Az egy kosár hazai néven futó rendezvényen nem csak a helyi friss és termelői portékákat lehet beszerezni, hiszen a piac egészségpiaccal is kiegészül. Hívta fel a figyelmet a körzet önkormányzati képviselője, dr. Lackovics Takács Tímea. A WHO egészséges városok programja keretében lesznek egészségügyi szűrővizsgálatok is. A szombati piac azért is különleges, mert anyák napját előzi meg, így a képviselő apró meglepetéssel is készül a nagymamáknak és az édesanyáknak. Nagy volt a sürgésforgás március végén a Bezerégy kastély udvarán. Akkor tartották meg harmadszor a Mémfőcsanaki termelői és kézműves piacot. A rendezvénynek ekkor már neve is volt, egy kosár hazai néven rendezik meg ezentúl. Április 30-án pedig újra benépesül a kastély udvara, hiszen most szombaton lesz a negyedik piac. Nagyon nagy az igény a város részben a lakók részéről, és folyamatosan kérdezik, hogy mikor lesz a következő piac alkalom. Itt most lesz, az hónap utolsó szombatja, ez lesz a rendszeresített időpontja a piacnak. Ezen túl nagyon sokféle árus jön az alkalommal is, közel 50 árus fog érkezni, illetve nagyon színes lesz a termékskála, kézműves ajándéktárgyak, használati tárgyak, széles választéka, emellett már a zöldségek is megjelennek, tojás, termelői, méz és hasonló finomságok is jelen lesznek most szombaton is. A képviselő elmondta, hogy a WHO egészséges városok programjának keretein belül egészségpiaccal is bővül szombaton az esemény, ahol olyan orvosi szűrővizsgálat is részt vehetnek majd a látogatók, melyekre sokszor hónapokat kell várni. Ilyen például az anyajegy szűrés, a vércukorszintmérés, vagy a koleszterin és a PSA vizsgálat is. A mostani rendezvényhez kapcsolódik a WHO egészséges városok keretében megvalósuló egészségpiac is. Különböző mérésekre, szűrésekre, szűrővizsgálatokra lesz lehetőség, tanácsadásokra is, úgyhogy várjuk az ez iránt érdeklődő lakosokat is. Mindemellett a mostani piacalkalomhoz is csatlakozik a helyi zöld egyesület, a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület, aki egyrészt tartja a gyerekeknek egy kis kézműves foglalkozást, másrészt pedig a Környezetvédelmi Bizottság támogatásával fecskepelenka is fog készülni a piacon. Ide is várjuk a vállalkozó szellemű lakosokat, aktív résztvevőket. És emellett még egy meglepetéssel is készülök, hiszen az előttünk álló hétvége, ugye május első hétvégéje, édesanyák napja lesz. A piac alkalmával a piacra látogató édesanyák, a nagymamákat szeretném egy kis aprósággal köszönteni. Az édesanyák és a nagymamák tehát meglepetésre is számíthatnak, emellett számtalan zamatos élelmiszer is várja a piac szerelmeseit. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb május 2-án, hétfőn, este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.